Jelenlegi formájában 2011 óta létezik az év heves megyei sportolója díj, amit mindig három kategóriában, egyéni, csapat és fogyatékkal élő ítélnek oda a megyei sportszervezetek, sportújságírók és a közgyűlés ajánlásainak figyelembevételével. Köszöntőjében Szabó Róbert, a megyei közgyűlés elnöke kiemelte, a megyei önkormányzat a jövőben is támogatja a sportot. Fontosnak tartjuk, hogy önöket, élsportolókat, olyan sportolókat, akik az adott területen komoly eredményt értek el, valamilyen formában díjazzuk, honoráljuk, bemutassuk önöket, mint példaképet a megyei emberek előtt. Az egyéni sportolók közül a hatvani Hegyi Norbert kapott elismerést. A válogatott koronglövő verseny miatt volt távol, helyette felesége vette át a díjat. A csapat kategóriában az Egri Eszterházi Károly Főiskola férfi vízilabda együttese lett a legjobb. Az elmúlt évben még az első osztályban szerepeltek, a 11. helyezéssel bent is maradtak, de a főiskola nem tudta vállalni az újabb OB1-es szezont, visszaléptek és jelenleg a másodosztályban szerepelnek. A fogyatékkal élő sportolók közül az Egri Gárdonyi diákja, a kisemberek olimpiáján úszásban arany és bronzérmet szerző Fehérvári Anna részesült elismerésben.